Megöltünk 23.884 törököt, nem maradt időm megszámolni azokat, amelyekre rágyújtottuk a házukat, és sajnos azokat sem tudtam fejben tartani, akiket a katonáim lefejeztek. Így hát, felség, tudnod kell, hogy megtörtem a békét. Élt egyszer egy ember, úgy hívták, hogy Vlad. A sárkány lovagrend büszke tagja volt, és sok gyermeke született. A legidősebb második Mircsa, harmadik Vlad, és a legfiatalabb harmadik Radu. A másik kettőről azt kell tudni, hogy vagy nem létezett, vagy nem fontos. Második Murád szultán nagyon boldog ember volt, ugyanis volt egy élő bábja. Vlad apja, második Vlad, mindenáron azon fáradozott, hogy a törökökkel békében maradjon. Adót fizetett nekik, évente 500 gyermeket küldött Janicsárnak. Ha kérték, akkor learatta a nőket és meghágta a búzát, illetve később két fiát, Vladot és Radut átadta a nagyszultánnak, zálogként. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vlad Cepes egy nagyon forró téma. Igazság szerint annyi mindenről akarok beszélni, hogy a videó végén lesz egy amolyan hogyan ferdítsük a történelmet részleg, ahol kicsit mesélek az abszurd legendákról vele kapcsolatban. Még mielőtt nekiugrunk, egy kis gyakori kérdések. Második Vladot azért hívták Dracul, azaz sárkánynak, mert a sárkány lovagrend tagja volt. Ez egy roppant nemes címnek számított. A fia, harmadik Vlad, azért lett Dracula, avagy Draculea, mert ez a név a sárkány fiát jelenti. Igen, most már a Dracul ördögöt jelent, ezért Dracula lett az ördög fia. Illetve a gúny neve nem Tepes, hanem Cepes. Harmadik Vladdal kapcsolatban elképesztő mértékű nézeteltérések vannak. Példának okáért Romániában ő egy nemzeti hős, Magyarországon a legtöbb helyen még a nevét sem tanítják. Nekem természetesen nem tisztem az, hogy bárkinek megmondjam, hogy ő jó ember volt-e vagy nem, ezt mindenkinek magának kell megítélnie. Na szóval, 1431-ben született Segesváron. Apját 1436-ban Havasalföld fejedelmének választották. 1442-ben a mindössze 11 éves gyermeket és testvérét Radut apjuk átadta az oszmánoknak, mint zálogot. A terv az volt, hogy amíg a két fiatalabb testvér biztosítja a békét, addig a legidősebb fiú Mircsa felkészülhet arra, hogy később átvegye apja helyét a trónon. De apjuk elkezdett túl jóban lenni a törökökkel, és ez hiba volt. 1447-ben a bojárok elfogják Mircsát, majd élve eltemetik. Őt pár napra rá az apja is követte. Ekkor jön a képbe Hunyadi János, akinek szintén szúrta a szemét a növekvő török barátság. Szóval neki már volt egy megfelelő jelöltje a fejedelmi cím betöltésére. Ez a jelölt volt második László, avagy második Vladislav. Nem ő volt a jogos trónörökös, de ez azokban az időkben, amikor az iszlám megállíthatatlannak tűnt, senkit nem érdekelt. Kivéve a fiatal Drakulát. Lényeg a lényeg, 1448-ban egy török sereg élén a 16 éves Vlad megpróbálja megszerezni jogos örökségét. Azonban nem sikerül neki, László legyőzi. De várjál már, hogyan lett neki török serege? Azt kérdeznék tőled, hogy mit jelent Janicsárnak lenni? Mit válaszolnál? Vlad Dracula ugyanezt kérdezte magától.
Habár a szerencse mellette volt, őt és testvérét nem janicsárnak szánták. Rosszabbnak. Bábot akartak készíteni belőlük. Második Murád látta a zálogban rejlő lehetőséget, és úgy gondolta, hogy ha az apjuk képes engedelmeskedni, a gyermekei miért ne tennék? Vladot és testvérét Drinápolyban nevelték. Az udvar tagjai voltak, mindenből a legjobbat kapták, a leghíresebb tanítók vették őket körül, és nem utolsó sorban, szépen, fokozatosan nevelték őket arra, hogy ki az igazi Isten. Allah. A janicsárokat nem véletlenül akkor kezdik átnevelni, amikor még gyermekek. A gyermek fogékony, tanulékony, és ezt a törökök nagyon jól tudták. Radu volt a puhány kisfiú, aki itta szavaikat, nagyon megtetszett neki az iszlám, és az is, amiket ígértek. Vlad viszont, ahol csak tudott, ellenállt. Tombolt benne a gyűlölet apja és fogvatartói felé. Tanulták a törökök nyelvét, harcmodorát és szokásait. Egy nap Vlad szemtanúja volt egy nyilvános kivégzésnek. A bűnözőket nagy tömeg előtt módszeresen karóba húzták. Habár fiatal volt még, de Dracula már akkor is értette, hogy mit jelent a pszichológiai hadviselés. Hiszen mi volt a valódi célja ezeknek a nyilvános rendezvényeknek? Megmutatni a szultán abszolút hatalmát. Első kézből is megtapasztalta, ugyanis az erőszakos természete és az iszlám felé tanúsított folyamatos ellenállása miatt nagyon gyakran megverték és meg is kínozták. Nem bocsájtott meg soha, és nem is felejtett. Ekkor érkezünk el 1448-ba, amikor Hunyadi úgy döntött, hogy második Lászlót teszi meg Havasalföld fejedelmének. A szultán nem volt túl boldog. Azt mondta, hogy menjél fiam, foglald el a trónt. Oké, Drakulának nem kellett kétszer mondani, de sajnos nem sikerült neki. 1450-ben Vlad Magyarországra utazik. Az itt eltöltött 6 éve alatt leginkább egy dologra összpontosított. Egy olyan zsoldos sereg felállítására, amely elegendő lesz ahhoz, hogy a trombitorlót eltüntesse. Főként magyarokat, székelyeket és néhány száz csapatot vett parancsnoksága alá. Amíg ő a seregét szervezte, rossz hírek jöttek kelet felől. Második Murád lemondott a szultánságról, és helyére a fia, második Mehmed szultán került. A hódító kiérdemelte nevét, ugyanis miután egy magyar öntőmester elkészítette neki a Bazilika nevű ágyút, amely több mint fél tonnás lövedékeket lőtt ki, 1453-ban Mehmed bevette Konstantinápolyt. Európa nyitva állt egy török invázió előtt. A fordulópont 1456. július 22-én következett be, amikor is Szilágyi Mihály és Hunyadi János szétverték Mehmed seregét Nándorfehérvárnál. Vlad mind a két magyar vezért tisztelte. Mind Hunyadi, mind pedig Szilágyi táplálták benne a reményt arra, hogy Magyarországgal összefogva együtt fognak a törökök ellen harcolni. Szóval a vereségük után eljött a pillanat, Vlad megindult Targoviste felé. Még ezen év augusztusában a két trónkövetelő végre ismét találkozott. A csata nem volt túl véres, nem beszélhetünk több ezer halottról, ugyanis egy párbaj felől döntöttek. Bum! Ezt a párbajt Dracula megnyerte, és Vladislav az életét vesztette. 1456-ban Havasalföldön új fejedelmet választottak. Ő volt a 25 éves Vlad Dracula. A megörökölt ország finoman szólva sem volt túl egységes. Habár második László megtette, amit tudott, mégis az ország szét volt szakadva, mégpedig több száz részre. Ezen részeket mindenütt bojárok uralták, akik azt hitték, hogy mindannyian egy-egy királyságot alkotnak. A közbiztonság fogalma nem létezett, a kereskedelem romokban hevert, illetve Vladot, mint az igazi uralkodót csak úgy tekintették, mint egy nyerget, amelyet rátettek az ő általuk hajtott lóra. Vajon ki van vele? Ki van ellene? Kire számíthat? Ki fogja hátba szúrni? Dracula ezzel tisztában volt, és azzal is, hogy annak idején az apja nem természetes halált halt.
A fiatal és ravasz uralkodó a következő rendeletet hozta. A mai napon nyittassék ki a várbörtönök ajtaja, a halálra ítéltek kapják vissza életüket, a bebörtönözöttek kapják vissza szabadságukat. Mától minden más lesz. Mindenkinek a kezébe kardot helyezek, de ne feledjék soha, hogy ennek a kardnak két éle van. Ezt követően összehívta az előbb említett nemeseket egy nagy vacsorára. Összegyűltek mind a bojárok, lakomáztak bőséggel, mit sem sejtve az elkövetkezendő sorsukról. Vlad ironikusan feltett nekik egy kérdést, amely így hangzott. Hány uralkodót láttatok már életetek során? Hármat? Ötöt? Tizet? A vacsora végeztével a bojárokat elvezették Casteluldin Bran, azaz a Bran kastélyhoz. Ez a vár romokban hevert, szóval a nemesség büszke feladata volt az, hogy újjáépítse. De nem ám parasztok százainak kezemunkájával, hanem a sajátjukéval. A királyok dolgoztak éjjel, dolgoztak nappal, közülük sokan leestek a szikláról, néhányan egyszerűen csak nem bírták tovább csinálni. A munka végeztével Vlad megköszönte nekik a segítséget, majd a várudvarban felakasztotta őket. Ezt fontos kiemelni, ugyanis innen ered az a híres törvénye, hogy aki a felakasztottak közül egyet levág, ő kerüljön aztán annak a helyébe. Az ifjú fejedelem híres tisztogatásának ez még csak a kezdete volt. A nemesek természetes halála után Vladnak új támogatókra volt szüksége. A bojárokat középosztálybeli családokkal helyettesítette, akik egyedül hozzá voltak hűségesek. Ők lettek az új nemesség, a vitázok. A vitáz jelentése bátor és rokonértelmű szó a magyar vitézzel. Ahhoz, hogy Vlad helyre tegye az országát, még két dolgot kellett megtennie. Ebből az egyik az ország megerősítése volt. Mivel tudta, hogy a török háború hamarosan elkövetkezik, ezért elkezdett erősségeket létrehozni. Főként a Dunán átívelő hidak és átkelőhelyek védelmét tartotta szem előtt, de ugyanakkor megerősítette például Bukarestet, illetve föld alatti alagútrendszert kezdett kiépíteni. Amíg a munkálatok folytak, vetett egy-két pillantást a kereskedelemre. Hamar rá is jött arra, hogy honnan származik az erdélyi szászvárosok irdatlan gazdagsága. Többek között, és nagyon hangsúlyozom, hogy többek között, tehát nem csak ebből, de a román parasztoktól elkért háromszoros felár, illetve ugyanezen kereskedőktől a megvásárolt árukért csak azok valós értékének harmadát fizették ki. A harmada nem biztos, lehet, hogy csak a hatodát, de érted a lényeget. Mindezek mellett a szász nemesek néha-néha úgy döntöttek, hogy a havasalföldi parasztok településeihez beugranak egy-egy portjára. És ekkor Vlad azt mondta, hogy HINJE! Kívök a sodrás búma! He! Ennek itt és most vége van. Mától fogva a kereskedőinknek tisztes árat fizettek, a parasztok zaklatásának véget vetettek, és elkezdtek bennünket tisztelettel kezelni. Meg kell említeni, hogy egy kis törlesztésképpen Vlad a seregével együtt átugrott párszor a szászokhoz egy kis verekedésre. Ezen felül az ország tisztogatása egy új szintre lépett. A fejedelem megírt egy rendeletet, ami így szólt. Jelenjék meg minden hajlék nélküli, koldus, béna és zavarodott, vagy mindazok, akik ezek valamelyikének tartják magukat. Az Úr kegyéből a nyomorúságotoknak vége vagyon. Targoviste mellett volt egy fogadó, a felsorolt emberek oda gyűltek össze. Az ételt és italt három napig hordták oda, hogy mindenkinek legyen bőséggel. Vlad koldusnak öltözve elvegyült közöttük azzal a szándékkal, hogy kiválogassa mindazon ember fiát, aki bátor vagy harcolni képes. Miután ezt megtette, a fogadóból a katonák kihurcolták a kiválasztottakat, az ajtót pedig bedeszkázták. Éljen Vlad, éljen a szegények megsegítője, kiáltások közepette, rájuk gyújtotta a fogadót. A rothadt alma veszélyes a többire, ezt mondta.
Ezen kívül, tekintettel a közbiztonságra, még egy változtatást hozott. Tegyük fel, hogy egy paraszt voltál, aki abból élt, amit megtermelt. Ha ellopták azt a búzát, amit learadtál, jó eséllyel a családoddal együtt éhen vesztél. Ha kereskedő, vagy mondjuk kézműves voltál, aki a saját portékáiból élt, és azokat útmenti banditák elrabolták, úgy szintén valószínűleg véged volt. Vlad azt találta ki, hogy attól fogva csak egyfajta büntetés fog létezni. A karóba húzás. A törököknél bevált, nála miért ne? De hol van ebben az igazság? Kérdezhetnéd. Gondolj bele! Ha elloptál egy kiló almát, és tegyük fel levágták két ujjadat, maradt még 8. Miért ne tennéd meg újra? Ha erőszakoltál, és 2 évig börtönbe kerültél, miért ne tennéd meg újra? Ennek a törvénynek köszönhetően való igaz? Rengeteg embert karóba húzott, igen, a gyerekek sem voltak kivétel, de összességében a bűnözések száma radikálisan lecsökkent. Az emberek ismételten nyugodtan indulhattak kereskedni. A piacokon az árukat nem kellett folyamatosan figyelni, és összességében az útmenti bandita támadások megszűntek. Az egész országban olyan szintű közbiztonságot teremtett, hogy néha például a falvak főterére kirakatott egy színarany serleget. Abból a serlegből szabadon ihatott bárki. De egy valami biztos, soha senki nem merte azt eltulajdonítani. Nope. Mielőtt áttérünk a háborús időszakra, mesélnék egy kicsit a kínzási módszereiről. Tudod, ez ilyen 16+. Aki járt már a Bren kastélyban, vagy tervezi, hogy megnézi, az fog találni ott egy kínzóeszközt, amelyet úgy nevezünk, hogy vasszűz. A működéséről nem szükséges most beszélni, mivel az első darabot nagyjából 60 évvel Dracula után készítik el, tehát Vlad nem használta. Nem volt környezetbarát, rengeteg fát kivágatott, de alapvetően egy egyszerű ember volt. Nem szerette a túlzott felhajtást, úgy szintén a kínzásoknál sem. Ha esetleg vallatni akart valakit, vagy netalán fogtak egy török kémet, azt vagy megnyúzta, vagy megfőzte. A megnyúzás ugyanúgy történt, mint ahogy a Ramsay Bolton már gyönyörűen felvázolta nekünk. Az embert fellógatták fejjel lefele, majd homloktól kezdve egészen a bokáig megnyúzták. A megfőzés pedig annyi, hogy fogtak egy üstöt és beleültették a szerencsétlent. Az üstöt megtöltötték vagy vízzel, vagy olajjal éppen addig, hogy az ember vállát elérje. Majd tüzet gyújtottak alatta, és vagy beszélt, vagy megfőtt. Vagy mindkettő. Érdemes megtárgyalni a karóba húzást is, ugyanis az eljárással kapcsolatban sok a tévhit. Tehát roppant egyszerűen működött. Kivágtak egy fát, és abból csináltak néhány rudat. Ezeket a rudakat jobb esetben kihegyezték, ha az áldozat szerencsétlen volt, akkor nem. Az embert mezítelenül lefektették a földre, és mindkét lábára kötöttek egy kötelet. Mindkét kötél egy-egy lónak a nyergéhez volt kötve. Az embert lefektették, a rudat mögé rakták, majd a lovak megindultak. Az egész procedúrának az volt a, ha mondhatom így, varázsa, hogy a karon lévő embert a saját testsúlya egyengette végig. Előfordult olyan, hogy csináltak egy kis amolyan ülőkét arra az esetre, hogy az illető semmiképpen se csúszson le. Ebben a büntetésben annyi variáció volt, hogy az esetleges nemes vagy magasrangú áldozatok sokkal hosszabb rudat kaptak, mint a közemberek. Csak hogy biztos, ami tuti. És igen, valóban volt olyan, hogy miközben az áldozatokat éppen karóba húzták, addig Vlad jóízűen vacsorázott. Hát most érted, elfoglalt ember volt, nem ért rá otthon vacsizni. Nem sokkal azután, hogy Dracula beszüntette a törököknek történő adófizetést, Oláország egykori nemese, nevén nevezve harmadik Dan betört az országába. A harc itt már véresebb volt, mint annó Vladislavval, de úgy szintén egy párbajjal ért véget. No meg azzal, hogy Dannak a saját sírját kellett megásnia. Ha nem tudtál hercegként élni, ne is hajj meg a képen. A probléma viszont továbbfokozódott.
Szilágyi Mihályt, miután 1456 után újjáépítette Nándorfehérvárt, a törökök elfogták és Isztambulba vitték. Ott megvádolták kémkedéssel és tárgyalás nélkül 1460-ban ketté szakították. Tehát összegezve, Vlad nem fizet tovább a törököknek, de Hunyadi János és Szilágyi Mihály meghaltak. A remény arra, hogy a magyarok az oldalán harcoljanak, eloszlik. Az akkori tényleges szövetségese, Moldva fejedelme, harmadik István volt, akinek szintén megvolt a maga problémája. Legalábbis Vlad így gondolta, ezért mégiscsak rábólint, hogy a törököknek évente 500 gyermeket és adót fizessenek. 1461-ben egy bizonyos Hamza pasa el is indult, hogy ezeket összeszedje. Viszont Vlad jogosan tette fel a kérdést, hogy valóban szükségszerű-e az, hogy nagyjából 10 000 török katona hatoljon be az országába adót szedni. Nekem ez gyanús. Azt mondta, hogy fuck off, összegyűjtötte a seregét és szana szétverte a pasát a katonáival együtt. Majd Havasalföld akkori látványossága, Targoviste körül az úgynevezett Cepes erdeje ezen törökökből készült el. Mindegy szálig karóba húzta őket. Feltehetjük a kérdést, hogy istenfélő jó keresztény lévén ez helyes volt-e? Annyit mondok, hogy a pápa olyan büszke volt rá, hogy szabályosan brékelni kezdett, amikor megtudta. De lusta disznó vagyok megcsinálni szomorú arc. Csak vicceltem, lol. Mehmed ezen információk híján követeket küldött Vladhoz, hogy tárgyaljanak bizonyos kérdésekről. A szultán ajánlata így hangzott. Ha Dracula megengedi nekik, hogy seregestől átvonuljanak Havasalföldön és megtámadják Erdélyt, akkor minden adófizetés alól mentességet kapnak. Erre a válasz egy kérdés volt. Miért nem veszitek le a turbánt, ha velem beszéltek? Allah megtiltotta, hogy fedetlen fővel mutatkozzunk. Különösen az olyan gyaurok előtt, mint uraságod. Tehát apró szegekkel a követek turbánját módszeresen hozzáerősítette azok fejéhez. Nem akarta, hogy meghaljanak, mert akkor az üzenet nem jut el Mehmedhez. Kicsit kiegészítésképpen. Vlad nem azért utasította el az ajánlatot, mert annyira szeretett minket, egész egyszerűen. Ha a törökök elfoglalják Magyarországot, akkor Havasalföld egy apró sziget lesz a hatalmas muszlim tenger közepén. Néhány héttel később ismételten támadásba lendül. Volt egy erőd, amit úgy hívtak, hogy Gyurgyu, azaz Gyurgyevó. Mivel Vlad szórakozni akart, és ezt az erődöt még annó a törökök foglalták el tőlük, minden adott volt. Mivel még fiatalon, kiválóan megtanult törökül, nem volt túl nehéz dolga. Az erőd kapuját elérve előadta, hogy ő egy pasa, és hip-hop az embereivel együtt már bent is volt. Eztán küldi Mátyásnak a levelet, amit még az elején hallottatok. Amíg ő Gyurgyu helyőrségét mészárolta, a török követek visszatértek Isztambulba. 1462-ben II. Mehmed megindult egy hatalmas sereg élén, abból a célból, hogy Havasalföldet egyszerűen leigázza. Ezt Dracula megtudta, és ha már úgyis ott voltak, a Duna északi és déli partján az összes települést felégették. Ilyenkor szokták elítélni, hogy jaj, mert Dracula felégette a saját falvait, persze, hogy felégette. Ezt úgy hívják, hogy felperzselt föld hadművelet. Bocs, már a robotasszony megint beavatkozik, mi ugyanezt a taktikát alkalmaztuk a tatárok ellen, az oroszok ugyanezt használták Napóleon ellen, és még sorolhatnánk, mosolygós fej. Megmérgezett minden kutat és minden forrást. Ezen felül az összes búzamezőt és élelemraktárt elpusztította. Tehát csak hogy megértsük Dávid és Góliát harcát. Mehmednek volt 80 vagy 100 000 katonája, Vladnak meg nagyjából 15 000, és abból maximum ha 5 000 látott már csatát. A török sereg mindig óriási létszámban támadott, viszont azt a rengeteg embert meg lovat etetni és itatni kell. Ezt nagyon jól tudta Dracula is. Mátyás királyhoz úgy szintén elértek ezen információk, tehát Vlad megsegítésére rögtön küld egy nagy csapat székely lovast. Pár napra rá Mehmed átkelt a Dunán, és elkezdődik a török sereg keserves és hosszú menetelése.
Vlad abszolút partizán harcmadarával nem tudtak mit kezdeni. Kicsit úgy képzeld el, mint a teutóburgi erdőt, mindig oldalról támadtak, lehetőleg este, és utána gyorsan visszavonultak. Az oszmán sereg óriási veszteségeket szenvedett, kiszáradás, betegség, éhség, na meg ugye a kardok miatt. Az egyik napon már majdnem elérték a Bren kastélyt, de úgy döntöttek, hogy éjszakára letáboroznak. Ezen az estén történik meg a híres éjszakai rajtaütés. Vlad terve roppant egyszerű volt, meg kell ölni Mehmed szultánt. 1462. június 17-ét írunk, nagyjából este 8 órakor kezdődött. Mai napig nem tisztázott, hogy először egyedül ment be a török táborba, és csak aztán jöttek a katonái, vagy már alapból a katonáival ment be. Lényeg a lényeg, Vlad betört a törökök táborába. Felgyújtják Mehmed sátrát, de a szultánt nem találták. Az, hogy imádkozott vagy haditanácskozáson volt, nem tudjuk, de nem volt ott. A csata hatalmas győzelemmel zárult a havasalföldi csapatok részére, a törökök gyakran egymással harcoltak, hiszen korom sötét volt és azt hitték, hogy kém van közöttük. Másnap Mehmed serege irányt változtat és elindulnak Targoviste felé. A katonák éhesen, szomjasan, kimerülve, de elérik a várost. Ott végre ismét találkoztak Hamza pasával és annak egykori seregével. A szultán annyira megbotránkozott, hogy azt mondta: hogy győzhetnénk egy olyan ember ellen, aki így gonoszságokra képes? A törökök sarkon fordultak és visszaindultak Konstantinápolyba. De a szultán hátrahagy egy ismerős arcot, Radut, Bum. Aki mostanra cakpak muszlim lett. Még régen nem minden boyárt sikerült kiiktatni, illetve a felakasztottaknak voltak fiaik, akik gyorsan azt mondták, hogy támogassuk Radut. Természetesen az is közrejátszott, hogy a szultán a csillagos eget megígérte nekik, ha támogatják a puhány kis testvért. Vlad hátrálni kényszerül, és abban reménykedik, hogy Mátyás egyszer csak felbukkan. Fel is bukkant, tárgyaltak vagy egy hétig, aztán Vlad megindult, hogy visszavegye a trónt. Viszont Giskra János és az ő zsebrákjai úgy szintén megjelentek, és elfogják Drakulát. Az a kérdés, hogy miért, a mai napig tisztázatlan, de erősen valószínű, hogy ez volt a célja a nemesek szarkavarásának. Lényeg a lényeg, Vlad 14 éven keresztül egészen 1475-ig fogoly Visegrádon. 1476. novemberében Báthori István a seregével együtt elmegy Havasalföldre, és megkérdezi a törököktől, hogy jó, what's up? Amíg ő börtönben volt, Radu meghalt, és Mehmed egy vérbeli törököt, harmadik öreg baszarábot tette meg fejedelemnek. A vajda győzelme után Mátyás szabadon engedi Vladot és elküldi, hogy immáron másodszor folytassa uralkodását. Aztán két hónapra Vlad ismételt megkoronázását követően az említett öreg visszatért és a török serege élén legyőzi Drakulát. Vladot vagy maga a trónbitorló, vagy annak katonái ölték meg 1476. decemberében. Testét feldarabolták, a fejét pedig karóra húzták és Isztambul falára tették. Azt kívánták jelezni, hogy a nagy szultán magát az ördögöt is legyőzte. Harmadik Vlad Drakula 45 éves volt. Összességében Drakulának egyetlen célja volt az, hogy a népét független és erős államként tudja vezetni. Ez így is volt. És ezt folytatva kicsit visszatérnék Mátyáshoz. Ugye mai napig fikázás tárgya az, hogy miért nem segített Drakulának többször. Miért segített volna? Mindaddig, amíg Drakula elutasította azt, hogy Magyarország hűbérese legyen, addig miért kellett volna sereget küldenie? Ezen felül, amikor Vladot hátrálni kényszerítették 62 végén, Mátyás szinte pontosan akkor fejezte be északon a huszita háborúkat. Mindezen felül harmadik István moldvai fejedelem, ugye Drakula nagy haverja, hol magyar, hol lengyel vazallus volt. Lényeg a lényeg, Mátyás őt is támogatta, még azután is, hogy Vlad meghalt.
és érdemes belegondolni, hogyha nem börtönöztette volna be annak idején, feltehetőleg a bojárok egy hét múlva elvágják a torkát. Aztán, Vlad Dracula nem volt kannibál. Miután Bram Stoker megírta az ifjúsági regényét, hirtelen mindenki új dolgokat fedezett fel Draculával kapcsolatban. Azt, hogy ő vért ivott, meg megette az áldozatait, meg mit tudom én. Az egész vámpír vagyok és vértiszok dolog amúgy Báthori Erzsébettől származik, aki néha valóban véres dolgokat csinált, de ő sem itta meg. Plusz, a Dracul név jelentését nagyjából ekkor változtatták sárkányról ördögre. Tehát eztán lett Dracula az ördög fia. Van az a szólásmondás, hogy Draculát gyűlölte még a saját népe is. Mint említettem, Romániában nemzeti hős. A bűnözőket és valamilyen testi fogyatékossággal élőket a középkorban nem tekintették a társadalom részének. Tehát emlékezzünk, ez az az időszak, amikor boszorkányság vágyával hidat építenek belőled, meg mágiára küldenek, stb. Az empátia fogalma maximum annyira létezett, hogy nem felnégyeltek, hanem lefejeztek. Azt is inkább tiszteletből tették. Pontosan ezért van az, hogy mivel abszolút nem létezett, mint fogalom, így lett legendás például Robin Hood. Az egész dologban az a kulcs, hogy a 15. századi világot és annak uralkodóit ne az alapján ítéljük meg, hogy a 21. században mit tartunk helyesnek. Tehát megölte a bűnözőket, az erőszaktevőket, az emberek megéltek abból, amit termeltek. Nem gyilkolták le őket random az útszélén, visszaverte a törököket, és a többi, és a többi. Felteszem a kérdést, szerintetek gyűlölték-e? Szóval remélem, hogy minden kérdésre választ tudtam adni. Viszont nekem is lenne egy kérdésem a szomszédos kollégáktól Romániában. Mi történt Dracula testével? Remélem, hogy ti onnan többet tudtok mondani ezzel kapcsolatban, mert hogy elvileg eltemették, aztán eltűnt, az nekem kicsit sántít. Aki nagyon bele akar merülni Vlad életébe, annak ajánlom Bán Mór Hunyadi témájú könyveit. Van egy csomó, abból még azt is megtudod, hogy milyen volt a kislábújának a dőlésszöge. Köszönöm szépen a figyelmet! Ha tetszik, amit látsz, és tetszik, amit csinálok, kérlek, támogasd a csatornát Patreonon. Nalu ego vannem vin. Sziasztok! Once upon a time, there was a man, a wandering soul, lost in the realm of our kingdom. They say he was a king who fought a great war when the dragons came into our